Évek óta nagyon népszerűek a Kossuth Művelődési Központ színházi előadásai. A tavalyi évadban mintegy 300-an váltottak bérletet, és több mint 100-an vettek jegyet bérleten kívül. Az intézmény azt szeretné, ha az idei évad is ilyen sikeres lenne. 300-ra számoltunk eredetileg, most 200 fölött tartunk már, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy nagyon szépen alakul. Bérletet tehát még mindig lehet vásárolni a Művelődési Központ pénztárában. A Rivalda bérlet első előadása október 15-én lesz. A Pasika Pácban című zenés vígjáték nyitja majd az előadások sorát. Novemberben az Exus, jövő februárban a Nagy Négyes, márciusban pedig a Körúti Színház vendégjátéka, a Napsugár fiúk zárja a sort. A Művelődési Központ az idei évadra is úgy állította össze az előadásokat, hogy minden színházlátogató elégedett legyen, mondta Sági Judit. Elsősorban azt kell figyelembe venni, hogy melyik az a korosztály, aki inkább érdeklődik az előadásaink iránt, és természetesen azt is, hogy mi az, ami nekik érdekes lehet. Így, hogy legyen benne vígjáték is, legyen benne komoly is. Hát reméljük, hogy sikerült idén is jól összeállítani. A könyvtár törzs olvasói kedvezményt kapnak a bérletárából. Lesz bérleten kívüli előadás is az évadban. Az Egy darabot a szívemből című musicalt nézheti meg a ceglédi közönség.